Megtelt fiatal érdeklődőkkel a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája. Már sokadik alkalommal rendezték meg Kelet-Magyarország legnagyobb állásbőrzéjét, ahol közel 40 kiállító várta a munkát keresőket a legkülönbözőbb lehetőségekkel. A legfontosabb az, hogy a szerkesztőség és az egyetemi vezetőség plusz a város vezetése és a megye vezetése abszolút partner abban, hogy egy ilyen rendezvényt megszervezzünk, összehozzuk, és az a tapasztalat, hogy a diákok az elmúlt években tudatosabban keresik a tanulás mellett a jövőjük építését szolgáló lehetőségeket, egy ilyen állásbőrze nagyszerű lehetőséget biztosít ehhez, hiszen itt munkáltatók konkrét nyitott állásajánlatokkal várják őket, és hát diákok céltudatosabbak, azt kell, hogy mondjam. A rendezvénynek már második alkalommal adott otthont a Nyíregyházi Egyetem, ahol egyre színvonalasabb képzések közül válogathatnak a leendő hallgatók. A népszerű gazdálkodási szakok mellett az óvodapedagógus, a tanító, de a gépészmérnöki és repülőgépvezető képzés is sokakat csábít az intézménybe. Azt gondolom, hogy az egyetem egyre inkább népszerű, hiszen a jelentkezések száma tavalyi évhez viszonyítva 18,5%-kal nőtt. Ez abszolút pozitív, tudva azt, hogy a demográfiai számok ugye azt mutatják, hogy egy szülőképes koronőre 1,5 gyerek jut ma Magyarországon, és mégis növekedést tudtunk produkálni az országos 8%-os csökkenéshez képest. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a beiskolázási kampányunk sikeres volt, a hallgatók örömmel jönnek az egyetemünkre, egy megújult kampuszon szívesen tanulnak, és jövőjüket is reményeink szerint majd itt a megyében fogják elképzelni. A fiatalok sikeres elhelyezkedését a kormányhivatal foglalkoztatási pályázatokon keresztül segíti, de a megyei közgyűlés is igyekszik a keresletet és a kínálatot minél közelebb hozni egymáshoz. Ennek érdekében egy 7 milliárd forintos programot indítanak jövőre. A területi oktatási program keretében a megyei önkormányzat is jelentős összegekkel, mint egy 3 milliárd forinttal segítette a fiatalok, illetve álláskeresők munkához jutását, illetve a munkát ajánlók egymásra találását. Emellett voltak kisebb programok is települési önkormányzatokhoz kötődően, és a jövőben ez úgy fog kinézni, hogy 7,5 milliárdos programot tudunk indítani a Pacton Plusz néven, amely megyei szinten beleértve Nyíregyházát is koordinálja ezt a fajta tevékenységet. Ez egy komplex és sok odafigyelést igénylő program, hogy rugalmasan tudjunk reagálni az álláskeresők, illetve a munkáltatók igényére és képzési programokkal, álláskeresési támogatással, különböző támogatási programokkal tudjuk segíteni ezt a folyamatot. Az állásbőrze célja az is, hogy minél több olyan lehetőséget kínáljanak a megye tanulóinak, amely lehetővé teszi, hogy a régióban maradjanak, itt építsenek karriert, növeljék a gazdaságot, és itt alapítsanak majd családot.